Üdvözöllek a Fradi Szív szurkolói csoport nevében. Egy pár kérdést szeretnék föltenni a Fradi Security-vel kapcsolatban. Először is, mi az, amit tudni kell és tudni érdemes a Fradi Security-ről? A Fradi Security szempontjából talán a legfontosabb, sokan nem tudják, hogy a Fradi Security szurkolóbarát és szurkolóbarát tematikát folytat. Próbálunk a szurkolókkal, mind a csoportokkal, mind az egyénekkel minél jobb kapcsolatot kialakítani. Mi az, amit érzésetek szerint változtatni kell a Fradi Security-nél azért, hogy a megítélésetek jobb legyen a szurkolók között? Én úgy gondolom, a szurkolókkal történő kommunikáción kell javítani, ezen folyamatosan dolgozunk. Tehát minden vezető szurkolói csoportnak, szerveződésnek a vezetőivel folyamatosan egyeztetünk, folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és próbálunk minél jobb nexust, minél jobb kapcsolatot kialakítani, hogyha bármilyen probléma van, azt azonnal meg tudjuk beszélni. Milyen kommunikációs csatornákon jutnak el hozzátok azok a szurkolók, akiknek valamilyen problémájuk van? Van-e egyáltalán ilyen? Főleg személyes kommunikációról van szó, tehát a vezető szurkolói csoportoknak és szervezeteknek a vezetőivel igen jó kapcsolatot ápolunk, ismerjük egymás telefonszámát, ilyenkor jellemzően személyesen fölvesszük egymással a kapcsolatot, elmondják, hogy mi a panasz, és mi próbáljuk ezt orvosolni, illetve megoldást találni rá. A szurkolói ankéton szó volt arról is, hogy a beléptetés rendje egy kicsit változni fog, úgymond humánusabbá válik majd. Ezzel kapcsolatban egy pár szót tudnál mondani nekünk? Igen, a beléptetés ugye egyrészt mind a gyorsítása egy feladat, de ez a stadion speciális kialakítása miatt elég nehéz, hiszen vannak olyan kapuk, ahova hatalmas tömeg érkezik egyben, és a beléptetést ugyanakkor a jogszabályok szerint el kell végezni, ami viszont időt vesz igénybe. Folyamatosan dolgozunk azon természetesen, hogy a beléptetés is gördülékenyebb legyen, illetve humánusabb hozzáállás legyen a szurkolókhoz, folyamatosan ellenőrizzük mi is a saját őreinket. Felmerültek olyan kérdések a szurkolóknál, hogy a Fradi Security őrszemélyzete nem éppen áll a helyzet magaslatán. Valamilyen válogatási alapelv működik-e nálatok a felvételnél? Természetesen igen, nagyon sok sportoló található meg a sorainkban, és biztonsági őrök emellett szurkolói koordinátorokat is alkalmazunk, akiknek éppen az a feladata, hogy a szurkolók és a biztonsági cég közötti kommunikációt elősegítse, ők jellemzően volt szurkolókból tevődnek össze. Amennyiben idegenben megyünk mérkőzésre, valamilyen lehetőségetek van-e arra, hogy az oda ellátogató ferencvárosi szurkolókat kevesebb atrocitás érje a rendezők, a helyi rendezők részéről? Hát én úgy gondolom, hogy igen, és ez be is bizonyosodott jó pár helyen, hogy amióta a Fradi Security kíséri a Fradi tábort, azóta külsős biztonsági cégtől atrocitás nem érte. Szektoron belül mindig mi vagyunk, mi avatkozunk be először, talán egyetlen egy olyan eset volt, amikor közösen kellett beavatkoznunk a helyi biztonsági céggel, de nagyobb botrányot sem alakult ki. Érdeklődnek, hogy hogyan kerültél a Fradi Security-be, hogyan lett belőled biztonsági szervező? Lényegében én is Ferencváros szurkoló vagyok, régebben én is mérkőzésekre jártam, szervezett szurkolói csoportokkal közösen, innen van egy ismerettség a szurkolókkal, és ez alapozhatta azt meg, hogy később, amikor a biztonsági cégbe beléptünk, és itt elkezdtünk dolgozni, akkor ugye mi, mint szurkolók jobban tudunk talán egy picit kommunikálni az adott szurkolói csoportokkal, tehát innen lémbe szurkolóból lettem én is a biztonsági szolgálat tagja. Mi a véleményed a szurkolói kártya bevezetéséről? Én úgy gondolom, hogy ha mindenhol kötelező lesz, már pedig ez csak idő kérdése, nem tartom egy rossz ötletnek azt, hogy a Fradi ezt előbb vezette be, hiszen azokat a problémákat, amivel ezután fognak szembenézni más klubok, azt már ki tudta a Fradi küszöbölni. Én úgy gondolom, hogy akinek azért nincs rejtegetni valója, illetve nem olyan szándékkal érkezik a stadionba, nincs takargatni valója, nem éri hátrány a szurkolói kártya miatt, ellenben viszont remélhetőleg főleg a jövőben kedvezményekre fogja ez jogosítani. Véleményed szerint ez nem befolyásolja a Ferencváros látogatottságát? Sajnos a Fradi nézőszáma folyamatosan csökken évről évre, de nem a szurkolói kártya miatt. Azt hiszem, ezt felelősségteljesen kijelenthetem. Ennek más oka van, mind a színvonala a stadionnak, a bajnokságnak, sajnos évről évre kívánnivalót hagy maga után, a szurkolói kártya miatt nem csökken a nézőszám. Jó, köszönöm szépen a interjút. Köszönöm szépen is.